Már az este 7-kor kezdődő mérkőzés előtt órákkal érezhető volt a meccs hangulat a városban, hiszen a belvárosban gyülekező, majd onnan a kijelölt pontra vonuló kölni vendégszurkolók tömegesen érkeztek Fehérvárra. Szintén nagy vonulást tartottak a fehérvári ultrák is, a megszokott menet nagyjából egy órával a kezdés előtt érkezett a stadionhoz. A meccsen aztán a vendégek örülhettek, mert 3-0-ás győzelemmel megfordították a párharcot és bejutottak a csoportkörbe. A két német edző közül így érthetően a Kölné értékelhetett elégedettebben a sajtótájékoztatón. Szerintem mindenki látta, hogy mit szeretnénk játszani, örülök, hogy a terveink szerint alakultak a dolgok és tovább jutottuk a csoportkörbe. Döntő volt az, hogy két remekül elvégzett pontrugással sikerült megfordítani a párharcot. Jól játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki, a széleken próbáltuk megbontani a hazaiak védelmét, mondjuk ez nem mindig sikerült. Kölben két szenzációs gólt lőtt a Vidi, de ma sikerült megállítanunk őket. A Vidi német mestere csalódott volt, mert csapata, bár alakított ki helyzeteket, elkerülhető gólokat kapott és nem tudott betalálni. Miközben vártam a sajtótájékoztatóra, azon gondolkoztam, hogy könnyebb dolgom lenne, ha lefocizott volna minket a két meccsen a Köln, de ez nem így volt. Keserűséggel tölt el, hogy pontrugások után kaptunk gólokat. A Köln labda birtoklásban fölénk nőtt, de hiába játszottak jól, és volt náluk sokat a labda, kevés helyzetet alakítottak ki. Nagyon csalódottak vagyunk. Az előző héten összejött a pályán, amit akartunk, ma nem. A végén mindent egy lapra tettünk fel. Szomorú vagyok, másrészt büszke a csapatomra, mert megpróbált mindent beleadni. Minden nemzetközi meccsből lehet tanulni. Igyekszünk ezt a tempót áthozni az NB1-be is, ahol azért többet lesz nálunk a labda. Ami a bajnokságot illeti, vasárnap sem lesz könnyű dolga a Vidinek, mert az előző szezonban remeklő Kisvárdához látogatnak a fehérváriak.